Shirin igen érdekes témát feszegetett a Call of Duty Advanced Warfare bemutatójában. Mi a szerepe, sőt nem csak a szerepe, a felelőssége az ilyen kaliberű játékok fejlesztőinek, azon túlmenően, hogy pénzt keresnek. Egy olyan, többnyire a kreativitásra épülő, kizárólag szellemi javakból építkező ágazatban, mint a videójátékok, egy-egy húzó cím szerepe az lenne, hogy kvázi iparági iránytű legyen. Nem önmaguk vagy mások reprodukciói, hanem éppen hogy útjelző mindenki más számára. Őket kell követniük a kisebb csapatoknak, nem pedig nekik kell menniük mások után. Több mint 100 millió dollár és több ezer munkáskész humán erőforrásának birtokában szerintem joggal várható el, hogy ne legyen evidens, hogy az indie piac diktálja a kreativitás ütemét. Ezért tetszett nekem tavaly az Assassin's Creed Black Flag, mert a tenger hullámain hánykolódó, kalózos, romantikus móka kellően felfrissítette az AC egyre porosodó motorját, ami fel is tűnt, amint kitettük a lábunkat a szárazföldre. Lássuk, a sorozat első, kizárólag új generációs tagja képes lesz-e kiváltani ugyanezt az érzést. És akkor nem is szaporítom a szót, beszéljünk az AC Unity grafikájáról. Igen, azt hiszem ez mindent elmond. Legyünk a Notre Dame tetején, vagy a koszos sikátorokban, a nyomornegyedekben, a kikötőkben, vagy igazából bárhol Párizs belvárosában, lenyűgöző látvány fog elénk tárulni. Nem csak kül, de beltéren is, aki fogékony az ilyesmire, nézzétek meg a stukkókat, az aranyfuttatásokat, a szobrokat, a freskókat, és képzeljétek el, hogy ezt mind-mind embernek kellett elkészítenie. A valóságban is, de a Unity-ben is. Túlzás nélkül sokszor egészen egyszerűen csak sétáltam a belvárosban, és belógtam egy-egy hátsó udvarba, egyszerűen csak csodálni a Unity környezetét, vagy madártávlatból szemléltem a forrongó tömeget, vagy néztem, hogy tükröződik a házak homlokzata a sárban ragadt tócsák felületén. Ennyire szép Assassin's Creed-et még nem láttam, ami valahol logikus Xbox 360 után Xbox One-on, de mégsem a felbontás lenyűgöző, hanem az az aprólékos munka, ami nem a skálázásnak, hanem a grafikusoknak köszönhető. Különösebben nem meglepő, hogy a francia Ubisoft hazai terep kívánt belépni az új generációs konzolok érájába. Történetről sok mindent nem mondanék, mert gyakorlatilag ugyanaz az Assassin templomos a csarkodás, aminek a díszleteibe beépítik mind a történelmi eseményeket, mind azok karaktereit. Ezúttal az 1789-es francia forradalom idején járunk. Ezen túlmenően meg klasszikus Assassin's Creed recept. Új város, új hős, megint megölik az apánkat, megint belebotlunk az asszaszinok rendjébe, akik megint felkarolják a lelencarnót, mert Arnónak hívják a főhőst, és innentől keressük apánk gyilkosát, akinek bármilyen meglepő, nem csak a templomosokhoz lesz köze, de lehet, hogy a nagy francia forradalomhoz is. Az Assassin's Creed Unity ezen túlmenően egy őrületes kiterjedésű hörcsögjáték. Nyitogathatunk ládákat, ahonnan pénzt nyerhetünk, renoválhatunk klubházakat meg az asszaszinok helyi bázisa fölötti kávézót, gyűjtögethetünk Nostradamus jóslatokat, hogy kioldjunk egy ritka vértet, ez egyébként jó pofa, mert versikéket kapunk, és annak utalásait mindenféle kapaszkodó nélkül kell megfejtenünk. Felszedhetünk pajzsokat a falakról, amik megint csak hasznosak, gyűjtögethetünk újságcikkeket, kokárdákat, stb. Ezen felül nyilván haladunk a gerinc történet mentén, amire kapjuk a másodlagos egyéb assassin küldetéseket, vagy a kávéházi megbízásokat, és a kettő között ingázva regulázzuk a lakosságot terrorizáló bűnözőket és a zsebtolvajokat. Ami nagyon tetszett, az a nyomozás. A lusta helyi rendőr helyett mi göngyölíthetünk fel bűntényeket, és ez is szellemes, mert itt sem fogja a kezünket a rendszer. Jól lehet, az ösztöneinket szimbolizáló Eagle Eye azért így is segít a bizonyítékok begyűjtésében, de hogy ezek alapján kit fogunk letartóztatni teljes mértékben rajtunk és az angol szövegértésünkön áll. Ezen felül természetesen minden maradt a régiben. A magaslatok hajkurászása a város kiismerése érdekében, bár nem igazán értem, hogy az egész életét Franciaországban leélő Arnónak miért nincs lehelletnyi fogalma sem a főváros, mindegy. A célpontok minél hatékonyabb likvidálása, amit most már feldob, hogy kibe mászkálhatunk a külés beltereken. Azaz, egy menekülés vagy egy belső udvarbeli rajtaütés nagyságrendileg izgalmasabb lehet így, arról nem is beszélve, hogy új ízt kapnak a küldetések is, hiszen figyelnünk kell a nyitott ablakokra, a strázsáló őrökre, vagyis nem feltétlenül onnan kell támadnunk, ahova ledob minket a rendszer. Egyébként, aki arra számít, hogy majd a végén úgyis jól le fogom húzni a Unity kompetitív multiplayerét, azoknak van egy jó és egy rossz hírem. A
jó hír az, hogy a Ubisoft valószínűleg követi a videóinkat, mert egy, a single playerbe szervesen integrált co-op módon kívül más multit nem kapott a Unity. Köszönöm, hogy végre valaki rájött arra, hogy ez a mód évek óta vakvágánnyal keresztezett zsákutca és egy halva született ötlet szerelem gyermeke volt. Az újonnan bevezetett co-op móddal viszont a fingatósabb küldetéseket lehet többet magunkkal a vállunkra venni. És itt is jön a rossz hír. Nem tudom, hányan vették meg a Premier hetén a Unity-t, de konkrétan nem dob be senkit a rendszer több percnyi online kamillázás után sem. Amikor meg nagy nehezen mégis... Nos, igazából jó pofa, el lehet vele szórakozni, de ez amúgy sem tartogat több érdekességet, mint a Splinter Cell-ek kópja, ha csak azt nem, hogy ezúttal Assassin's Creed környezetben csináljuk mindezt. További érdekesség, hogy bekerült a játékba egyfajta skill rendszer. Arnónak most már a bevetései során kell megtanulnia az assassin mozdulatok csinyát, bínyát és az ezen küldetések során megszerzett pontokat beváltani a kívánt plusz tudásra. Bár logikusan hangzik, szembe megy az összes eddigi Assassin's Creed filozófiájával. Sem Ezio-nak, sem Connornak, sem Edwardnak nem volt szüksége ilyesmire, miért pont Arnó ennyire szerencsétlen? Egyébként az assassinoknál bevált módszer, hogy olyan fegyvert adnak a frissen beavatottnak, amihez nem. Miért? Ezért mondtam mindig, hogy szerintem Altair volt a legjobb assassin. Ő konkrétan évekig tanulta a szakmát és meg volt indokolva a háttere. Nem idény munkásokat alkalmaztak az assassinok, mint mostanában. És innen indul valahogy a játék problémája, az Assassin's Creed Unity ugyanis egy meseszép 18. századi útikönyv. De játékként nagyon nehéz értékelni, annak ugyanis egyszerűen lapos. Ennek két oka van. Egyrészt annyi aktivitási pont felszedhető holmi és küldetés van a pályán, hogy egyszerűen nem látszik ki aluluk a térkép, ami még nem is lenne gond, hanem a már gyomorrontásig ismert keresd a ládát, mász fel a toronyba, renováld a klubot, tengelyen mozognának, amiket nem csak már láttunk, de tényleg unalomig súlykolták már belénk az évek során. Tényleg csak a Nostradamus rejtvények és a nyomozás lók ki a sorból, az összes többi szó szerint csak foglalja a helyet. Másrészt a cselekmény egyáltalán nem érdekes. Mármint a franciáknak egészen biztosan az, de élve a francia forradalom iskolás tanulmányainkból tudjuk, hogy 1789-ben volt, igaz? Na, a játék 1791-től veszi fel a cselekmény fonalát, azaz lemaradunk a lefejezésekről, a forradalom korai szakaszáról, csak statikusan csápoló népet kapunk, akikről el kell hitjük, hogy nagyon utálják, akik a kerítés túlsó oldalán vannak. Arnó nem egy érdekes figura, valahogy az előző három assassin figurájának ötvezete, egyszerű, mint Connor, lobbanékony, mint Edward, és romantikus, mint Ezio. A három figura azonban nem tesz ki egy negyediket, talán nem is véletlen, hogy a Unity nem számozott folytatás lett. Either way, that man has lost a foot. It's done. Egyébként meg nem értem a Ubisoft miért hord össze butaságokat. A Unity alatt zakatoló engine ugyanis olyan optimalizálatlan, hogy arra nincsenek szavak. A 30 FPS alázuhanással még nincs is baj, meg tudok barátkozni vele, nem ettől fog kifordulni a föld a tengelyéből. De az, hogy ezt a 30 FPS-t azzal indokolta a kiadó, hogy kell az erőforrás az AI-ra, hova? Miféle AI-ra? A Unity-ben fellelhető úgynevezett AI olyan buta, mint a Föld. Ez korábban is így volt, csak akkor nem próbáltak úgy hivatkozni rá, mintha nem így lenne. Az ellenséges katonák a különböző szinteken lévő konfliktusokra oda sem bagóznak, sokszor 15 méterre nem látnak el nyílt területen, simán el lehet slisszolni mellettük, nem is foglalkoznak velünk, csak nagyon-nagyon elvétve lehet találkozni meglepő reakciókkal, de akkor sem produkálnak semmi olyat, amire egy ügyesebben megírt script nem lenne képes még álmában is. Ha van fejlett AI a játékban, akkor értékelném, ha megjelölné őt valaki a pályán, mert szeretném megismerni azokat az illetőket, akik miatt röcög a Unity. De mondom, én minden problémán túl tudom tenni magam, ha maga a játék egyébként jó. Ott az Elénoár, az is akadt, mint a fene, de annyira erős volt a játék, hogy pont nem érdekelt. Viszont az, hogy az Assassin's Creed Unity-t játszva visszasírjam a GTA 5 lendületes küldetéseit és frappáns karaktereit, vagy akár a Sunset Overdrive agyament hangulatát, arra még nem volt példa. Egy hadosztályi grafikuson kívül nem igazán látom, hogy bárki érdemben dolgozott volna az Assassin's Creed Unity-n. Ennek hála, 2014-re eljutottunk oda, hogy az Assassin's Creed egy csinos pofi lett. Egy CD lemez, aminek hiába van Muse borítója, belül egy Korda Gyuri album pihen. Nem tudom, velem van-e a gond, hogy úgy érzem már az összes színárnyalatát megismertem ennek az Assassin templomos szembenállásnak, vagy csak az zavar, hogy az assassinok ruhatára 700 éve változatlan, vagy az, hogy messzebbről nézve ez a széria az első rész óta annyit változott a Unity-re, hogy egyre több tereptárgyal tudunk
interakcióba lépni. Ezen a vonalon haladva jövőre sanszosan már üveggolyókat is gyűjthetünk a melléksikátorok utcáin, aminek értelme sok nem lesz, cserébe talán nem fog feltűnni, hogy a történetet évről évre szinte változatlan formában reciklálják nekünk. Kimondom, én rongyosra untam az Assassin's Creed Unity-t, ha valaki új generációs konzollal rendelkezik, inkább ruházzon be a Black Flag ideportolt változatába, a Unity-t pedig hagyjuk meg a történelemkönyvek illusztrációs mellékletének. Sziasztok!